Azt mondták őseink, Isten jó kedvében teremtette a világot. A teremtő művének gyöngyszemei Vas és Zala megye ezer arcú tájai. Az ég felé nyújtózkodó Kőszegi hegy, a Vadrába folyó, a híres zalai dombok, a szombathelyi egyházmegye, vagy ahogy emlegetik, a vértanúk és szentek földje. Itt született Szent Márton püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, itt halt vértanú halált Szent Quirin püspök és Brenner János áldozópap. Dombos Zala zengő dala felét szál most, boldog asszony, a te neved legyen áldott. Így szól az ének évszázadok óta a zalai hívek ajkáról. E dombok között a Zala folyó mentén helyezkedik el Zalaegerszeg. Az évszázadok fejlődése nyomán 17 falu olvadt egybe a várossal, s jelenti a mai zalai megyeszékhelyt, adja sok színűségét. A 60 000-es lélekszámú település mára a térség közigazgatási, gazdasági és kulturális központjává nőtte ki magát. Ahogy az apostolok elkötelezett munkája nyomán elkezdődött az egyház kiépítése, úgy hívő keresztény embereknek köszönhetően 2003 és 2004 között Szűz Mária szeplőtelen szíve tiszteletére templomot építettek Zalaegerszeg kertvárosi részében. Ezzel új lehetőséget kapott az itt élő katolikus közösség a hit elmélyítésére, az egyházhoz tartozás megerősítésére, valamint helyi közösségek további kialakítására. A templom belső tere, követve a modern építészeti irányzatokat, nem túl díszített, sokkal inkább a funkcionalitás került előtérbe. Formája kifejezi a közösségbe tartozást, az oltárnak, mint az úrvacsora asztalának körbevételével. Az oltár mögött a kereszt látható a falon. A falakon látható stációk szentföldi olajfából készültek. A templom belső díszítéséhez szorosan hozzátartozik egy fatimai Szűz Mária szobor, mellette a látnokok, Ferenc és Jácinta fényképe és erekjéi láthatók. A templom Zalaegerszeg egykori plébánosának, az ország utolsó hercegprímásának, Mincenti Józsefnek emlékére is épült.